Szevasztok srácok, ez itt újra a Koresz Crew. Mint tudjátok, én voltam Skóciában az előző héten, már ki tudja, mikor kerül fel ez a videó, vagy mikor vágja meg a Szabi vagy én, úgyhogy maradjunk annyiban, hogy a közelmúltban voltam Skóciában, és amikor Skóciában jártam, rögtön gondoltam Szabira és a csatornára, ezért mi lenne, hogyha két magyar idióta kipróbálna skót édességeket, süteményeket, chipseket és bármilyen más kaját. Kezdésnek azt gondolom, hogy kocincsunk egyet. Repültem, a repülőn adtak egy ilyen 86 ml-es ásványvizet, amit megmutatunk a kamerának, tessék, kis dobozkában van, egyed meg, én pedig egy másfél decis Dr. Peppert fogok meginni kezdésnek. Szabikám, az előttünk álló útra egészségesen. Isten. Le ne húzd. Milyen? Víz. Nem fogjátok el, ez víz ízű. Víz ízű, a repülőn kapható víz, de ez fönt volt a 2000 méter, ma hány zár majdnem magasan repülnek a repülők? Magasan volt, Szabi. Rohadt magasan 8-10. Na, annyi ezer méteren volt ez a víz. Úgyhogy, keresünk is valami kaját. Azt gondolom, hogy kezdjünk egy lazával, kezdjünk a Brit Lace-szel, azaz a Walker-szel. Hoztam egy salt and vinegar, azaz só és ecet. Még mielőtt kibontanád, mutatnék nektek egy lifehacket, jó? Aminek az a lényege, hogy kiharapjátok a közepét, és el tudjátok kezdeni így kitekergetni. És ez azért ideális, mert belátok teljesen minelyes lace szemet, vagyis egy chips szemet, és Viktort meg tudjátok fosztani a kibontás örömétől. Vegyél ki egy nagyot! Egészségedre! Egészség! Én amúgy nagyon szeretem ezt az ízt. Pringlesből ettem már salt and vinegart, és nekem az nagyon ízik, és sajnálom, hogy Magyarországon nincsen. Ez nem jó. Én ha jól emlékszem, akkor egyszer volt próbálkozás, még a régi hagyományos chio chips, amit egy nénivel reklámoztak, ami vastag ilyen házias jellegű chips, valahogy úgy próbálták. Akkor volt egyedül Magyarországon ilyen íz. Ez nem finom. De nézzük a következőt! Jaj. Itt a Walkersnek egy nagyon sajtos mini Cheetos jellegű cucca. Úgyhogy lifehack, ide vagy oda, vegyél egy Cheetost. Tisztára, mint a Cheetos. De még se Cheetos. Nincs annyira fink szaga, mint a Cheetosnak. Teltebb, nem? Olyan teltebb, mint a Cheetos. Mert kukoricásabb. Teltem mind a Cheetos. De nézzük a következőt! Ha már kis kukackáknál tartunk, akkor mi lenne, hogy egy kicsit sajtos hagymás kukackákat keresnénk? Itt van az Azdának a saját gyártású mini chipse. A mini crispy fries cheese and onion. Elkészültél? Ez jól néz ki! Egyszerre mondtuk. Nézzétek csak, ez ilyen... ilyen fullos. Ez tök jó. Érdekes. Mi azt tudnál már, ha hagymás? Egészen finom, tök jó hagymás. Nem ilyen büdös hagymás, hanem hagymás. És ez azért... ez nem ez a krumpli, bocsánat. És nem is az a Cheetos, hanem a kettő közötti állapot. Tudjátok, hogy miért hasznos? Mert amikor játszotok, és közben kell nyomni valami lassít, akkor ez csak így... bebírod tolni, és nem kell így... ez nem morzsázik, most nem morzsázom a régiekből az izért. Nem kell így ez morzsázik? Behelyezni, hanem ebből. Csak egy picit morzsálja. Ez nem egészen király. Jó van. Ebből van egy salt and vinegar version is. Szintén azda. Ha jó, illedelmes vagyok, mindenből én veszek először. Azért nem érez olyan intenzíven, mint a másikom. De úgy semmit. Az ecetet az egyáltalán egy picit, amikor megnyom egy picit, érzem az ecetet. De ez érezhet, ez olyan, mint a Tesco chipset vennél. Ez most olyan. Hány gorcs ez a másfél deci Dr. Pepper-nek? Miért nincsenek itthon? Ez a víz is egészen bírja még. Ez Dr. Pepper tehette. Jó a víz? Teljesen jó.
Nézzük, akkor váltsunk át egy kicsit az édes vonulatra. A nővérem azt mondta, hogy a Cadbury-nek van ez a Freddo féle izéje, a karamellásat vagy a simát kéred? A simát. Csáva, nem szeretem a karamellát. Akkor a karamellásat. A karamellásat kapom. Na jó, akkor a karamellásat megkapom, karamellásat. Ezt elfelezzük, nem veszem az egészet. Ja, ezt meg sem mondottam. Ilyen kis Freddo csokik, látjátok? Ilyen kis béka alakú csokik, egyik karamellás, másik sima. Cadbury az a kinti híres cucc. Egy rohadt Milka nincsen kint amúgy, csak ilyen Cadbury van mindenhol. Nem véletlen amúgy. Ha kibontom. Wow! Wow, folyik össze-vissza a karamell. Ez Freddo a bréka. Bréka. Aki bréka. Nagyon finom a csoki, amúgy. Arra emlékeztet, nem tudom, az a Celebration-ös set megvan-e nektek. Abban van, igen, és abban van olyan karamell. Azt se szereted? És ennek is karamellás íze van. Karamell után lehet, hogy nem olyan karamellás, de ennek karamell íze van, mondom. Finom csoki. Egészen jó. Itt van, 50%-a. Nincs rajta ilyen. Na! Az édes kirúccanás után... Megint hátranéztem, és megint nem néztem sehova amúgy. Váltsunk vissza a sósra. Az a baj, mindenből sok fajtán van. Itt van a Golden Wonder Fully Flavored Cheese and Onion. Ez egy basic chips. Ez egy olyan, mint a basic chips. Csió lenne. Hát ez a... Ja, értem. Tudjátok, mi a basic chips? A basic chips az ez. Ez a basic chips nálam. És mi az íz? Találd ki. Jó. Hagyma. És hagyma. És saj. Nem érzem a sajt, vagy olyan? Most, hogy mondod, hátulról jön elő. Ez a Golden Wonder, hogy ízlik? Csak jó. Nem az szokványos hagyma íze van. Ilyen... Tongue tingling seasonings. Egyél rá egy azdás hagymásat. Azdás hagymás? Mint a semmilyen lenne. Mint a semmilyen lenne. De az ízek így verekszenek a számban. Az ízek verekszenek a szádban. Most kipróbálnám ezt az Aldit, neki is próbáljuk. Ugyanúgy azda, ugyanaz, mint a Salt and Vinegar, ugyanaz, mint a, mint az előbb ettél, csak ez sima sós. Ez a legjobb eskü. Tök jó erős sós. Sós íze van. Olyan sós a csomagolás. És tök érdekes, hogy úgy írták rá, hogy ready salted. Az nem tudom, hogy milyen. Felkészül. Tehát a só nem megy rá kompira alapból. Ahogy kiindul a pakkot, akkor száll rá, tudod, hogy olyan friss. Wow. Csak mondom. És ha már a sósnál tartunk, akkor van itt egy Refreshers citrom ízű akármi. Bevallom őszintén, fogalmam sincsen. Ez tudom mi lesz. Ez ilyen magamszerű gumicukor. Mindjárt megnézzük, mert szerintem ez törékeny ahhoz, hogy ez olyan legyen. Olvadós cukor. Jó, ennyire ez a kis dolog, ez itt el van törődve nekem. Törődik veled? Ez savanyú lesz belül, ahogy látom. Nem savanyú belül, ez mosópor ízű belül. És kis, opá. Majd tőle kis cseperhetsz. Kicsit ezek. Nehéz ott tépni. Ez... Nagyon ragadós. Ragadt a fogamra. Ezt nem tudom enni. Ez citromízű. Ilyen ragadós bármit még nem ettem. Hát kicsit a tövésemet. Én nem, vissza se tudom szedni. Kijött, tudjátok, hogy a fogatokon túl. Meg a... És mi van belül? Nem tudom, de... Nem tudom, az ott ragad. Vágás! Ha már citromos dolgoknál tartunk, hoztam egy vodka citromot. Jéééé! Ez a vodka citrom, ez kerekem. 4%-os. Mint egy sör. 2,5 deci. Nézd, én ezt megiszom, lehajtom. És öntsek neked bele?
Jól esett a repülős víz. És meg is mutatjuk nektek, hogy milyen színű. Szénhavas víz lenne. Átlászló. Akkor ez meg lehet így trükkölni. Illetve a citromos webs. Tudjátok, vannak ilyen prankek, hogy a munkahelyen hogy igyál alkoholt, mert simán kiöntheted. Citromos illata van csak simán, meg nem érződik az alkohol. Jó, nem bírom ezt megenni, ezt az előző citromos. Tehát ez kiöntitek, az iszik, hogy ez bubis víz, úgyhogy ilyet szerezzetek, aki szeret a munkahelyen inni. Jó, mi fogunk most? Hú. Semmit nem érzem. Ez nagyon veszélyes. Ez citromos semmi. Ebből meg tudsz inni szerintem végtelen mennyiségét, mert nincs rossz íze. Biztos, hogy van benne vodka? Igen, 4%-os pia. Ó, gyerekek! Ez nagyon veszélyes. Ha nem estek egész nap, és mondjuk kettőkor kiütök a napra, 5 ilyennel, végetek. Fakereszt. Fakereszt. Már be is rögtünk tőle, nézd meg. Kapsz még majd apukám. Ez nagyon jó cucc. A két item, amit a legjobban vártam a végén, ami miatt a legizgatottabb vagyok, ez a citromos, hát ez ide ragadt. Hát ez feszíti vassa a barátom. Átteszem ide. Van Big Hoops Spicy Chili. Ez csípős karika. Ezt tudni kell Viktorról, hogy ő nem annyira csípős ember, ugye? Nem vagy csípős ember? Én nem vagyok csípős ember. És ez olyan alapú... Shout out to Zsuzsi tegnap, aki megnyerte a paprikából. Ez olyan, mint a... Még miatt nem néztem bele, ez olyan, mint az a... Amikor rá kell húzni az ujjat. De nem olyan csíós, ez vékonyabb és keményebb. Kóstold meg. Ó, de jól néz ki, lehetek is egy paprikásat. Egy nagyon paprikásnak tűnik, nézzétek! Like, hogyha csináltátok ti is. Az a baj, hogy ezt máshova is rá tudnám húzni. Tacos cuccokat, aki húzza az ujjára, az lájkolja. Nagyon finom. Édes nagyon. Szerintem sima chili van rajta. Ez tök jó. Bírom ezeket a krumpli köröket amúgy. Nagyon jó. Ez picit erős. A spicy chili flavor van benne. Ez tök jó. Hogyha valamelyik nagy chips gyártó cég figyel minket, akkor ezt hozza Magyarországra. A Szentcsejáték Zéletén kívül, akkor ezt hozza Magyarországra, jó? És végül, de nem tudom, hogy sorban miatt a legizgatottabb vagyok. Van egy Iron Brew nevű ital a Skóciában, ami állítólag vasízű és másnaposságra isszák az emberek. Micsoda? Ez egy ilyen filteres üvegben van, narancsárga. Iron Brew a neve, ez basic Skót, ez már repülőtén is lehetett kapni, amikor kijöttünk. Kapásra az első automata Iron Brew-val volt tele. Tehát ez a helyi kofola, mint mondjuk Szlovákiában? Nem tudom, egy secret recept alapján, egy titkos recept alapján készül 1901 óta. Úgyhogy nem tudom, mi lesz, megint a vodkálat? Meg. Egyébként az egyik ismerősem mondta, hogy már jártunk az űrben, a mindenféle betegséget tudunk gyógyítani, de a másnaposságot annyira hatékonyan nem. Ez kevert. És akkor szerintem ezzel kerüld a másnaposságot, maradj részeg elve. Ó, de jól néz ki. Hogy habzik. És hogy megmutatom ezt közelebbről, hogy olyan, mint abban. Iron Brew. Bra. Bra. Ez kevert. Turbórágó. Igen. És kevert. Ez kevert alkohol nélkül. Hány százalékos? Szerintem ezt a... Ez magyar... sütőlik el. A helyi alkeszek ezt imádhatnák. Vagy nem, pont hogy nem, mert nincs benne alkohol. Nem rossz. De, ez mint hogyha ilyen... Megvan, ez gyerekfokrém. Az olyasmi, gyerekrágó, gyerekfokrém. Eszek rá egy kis salty wings. Fú, én meg a vinegárosat nyomom. Szabigám. Ennyi volt a kóstolőkmes kóciá. Nagyon élveztem. Pár chips, pár edíció, pár csoki. Élesség. Pár vodka. Melyik volt a kedvenced? Ezek közül? Aha. Nekem a sajtos... Walkers? Igen. Sajtos Walkers. Cheetos utánzat. What shit? What shit? What shit? What shit?
Nekem ez nyer. Nekem, nekem a vinegáros cucc. Az üdítőben? Olyan like. Vagy ez. Spicy chili. Hál' Isten, nekem ezek annyira nem jöttek be, ő megeheti ezt, én megeszem a többit. Az Iron Brew, ez érdekes. Nagyon. Iszok is még egy hörpintést. Hétfőn vagy a sárga túra, lehet, hogy megtartok egy fél kortyot rá, hogy megnézzük milyen. De kétlem, ez a másnaposságra jó lenne. Viszont nincs benne se zsír. Alig van benne só. Ez mondom, aki nem tud megenni a kevert nélkül, az ezt tolja. Mekkora elkövni? Hát Szabikám, akkor egészségedre, én maradok a Dr. Peppernél. Iratkozzatok fel a csatornánkra, ha tetszett ez a videó. Kövessetek minket Instagramon. Küldjetek nekünk kajákat a lent található címre, hogyha szeretnétek, hogy még megkóstoljunk bármit, amit küldtök igazából. Mondjuk Szlovákiából küldjetek kofolát Viktornak. Ittál már kofolát? Nem hiszem. Küldjetek Szlovákiából kofolát Viktornak, és egyébként én nagyon szeretem a kofolát. Vagy bármit küldöttek nekünk, így van. Ha szeretnétek, hogy a videóban benne legyen. Sziasztok! Egészségetekre!